Mi az előzménye ennek az étteremnek? Hogyan indult ez a vállalkozás? Hát 1994-ben indult a vállalkozás, 22 éve, ez egy elég nosztalgikus és elég hosszú időszak, de nem ijedünk meg tőle, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon sok jó élménnyel, nagyon sok pozitív töltettel gyarapodtunk ez alatt a 22 év alatt. Nagyon sokat fejlődtünk talán saját magunk is, a vendéglátásunk is, és hát 22 év alatt rengeteg jó élménnyel, és hála Isten nagyon sok jó vendéggel is gazdagodott az étterem. Melyek voltak azok a lépések, amelyek ezt a fejlődést kísérték? Tehát az egész pályaszakaszunk egy folyamatos fejlődés és átalakulás jellemzi. Ezektől valahogy soha nem féltünk, hanem ez mindig egy erőt adott. Mindig volt valami inspiráció, valamilyen kihívás, amiknek igyekeztünk megfelelni a vendéglátáson belül, de ez legfőképpen a szakma motiválta. Tehát a szakmai hiányosságainkat igyekeztünk mindig pótolni valamiben, legfőképpen férőhelyen. Tehát ha kevés volt a férőhely, akkor csináltunk egy szép teraszt hozzá, ha kevés volt a szálláshelyünk, akkor csináltunk még 4 szobát, és mindig ez indukálta a következő beruházást, hogy gyakorlatilag mire van a vendégeinknek igénye. Itt én azért kiemelném, hogy minden vendéglátóhely próbálja a saját vendégkörét úgymond kialakítani, és törzsközönséget, célközönséget meghatározni. Nekünk egyértelműen az alaszentgrótiak a célközönségünk. Tehát mindenféle nációt és mindenféle vendéget nagyon szívesen látunk, de mivel, hogy itt élünk, családommal is itt élünk, én itt is születtem az alaszentgróton, és itt is tervezem a hosszú távú pályafutásomat, ezért nagyon fontos az alaszentgrótiaknak a visszajelzése és a véleménye. Tehát ők, amit igazából vendéglátásban elképzeltek, azt szeretnénk itt megvalósítani, és a fejlesztéseinkben is ezt követtük végig. Gyakorlatilag nem sorolnám föl, hogy melyik termünket melyik évben építettük, de egy nagyon nagy beruházást sikerült a 2010-es évek után végrehajtanunk. Itt legfőképpen a rendezvényekre való specializálódás, ami kihívást jelentett, és ami nagyon fontos volt, hogy meg tudjuk oldani. Azt hiszem, ez lett a legnagyobb erősségünk is azóta, tehát a kihívásoknak úgy tudtunk eleget tenni, hogy azt mondom, hogy a környéken rendezvény specialistákból jó néhány akad, de előkelő helyen tudunk lenni, és ez talán nem szerénytelenség, de a visszajelzések mindenképpen ezt mutatják, hogy évről évre nőnek, hála Isten, a rendezvényeink száma. Ezen kívül nagyon sok tevékenységből, szolgáltatásból próbálunk megfelelni a vendéglátáson belül, a házhoz szállítástól, a napi menü étkeztetéstől, a különböző családi és céges rendezvények, amik mindenképpen fontosak nálunk, de én nagyon-nagyon tudok örülni, ha suli után 6 gyermek egy sajtos pizzára beugrik hozzánk, 8 szeletbe felszelve és iszik, mert igazából pontosan arról van szó, hogy otthon érezzék magunkat a vendégeinket, mert tehát ne abba a klasszik értelemben rá kelljen készülni egy étteremre, hanem hozzánk egy szandába, egy pólóba, egy diák be tudjon futni, egy fagyit elnyalni, vagy bármilyen termékünket kipróbálni. Fontos, hogy mi egy kicsit központi szerepben, műfázis vagyunk, egy kicsit a kollégáim, pszichológusok néha, egy kicsit mi is a vendégeinkkel kontaktban vagyunk, és nagyon nagy szerencsénk az, hogy 90% a vendégkörünknek törzs vendég. Tehát őrájuk tényleg lehet alapozni, és nagyon köszönjük neki. Mennyi a személyzet száma? Hány fővel dolgoznak? Személyzetünk 14 fő, aki főállásban dolgozik, és hát nagyon érdekes, mert pont ugyanennyi a tanulóink száma is. Nagyon fontos a munkaerőképzés. Tehát igazából nagyon sok panaszt hallunk a különböző médiákban, hogy mi a gond a vendéglátásban és a szakember hiány. Ez mindig az, de én azért egy nagy felkiáltó jelet tennék erre a gondolatnak az elejére is és a végére is. Minden egyes vendéglátós szereplőnek ehhez köze van. Tehát amíg mi nem teszünk ezért, hogy legyen szakemberünk, föl tudjuk kelteni a vágyat, a lehetőséget a diákokba, hogy igenis egy megbecsült és nagyon komoly szakma a vendéglátóipari szakma, nagyon megbecsült és nagyon jó társadalmilag elfogadott szakma, egy felszolgálói szakma, vagy üzletvezető, vagy bármilyen vendéglátáshoz. Ezt először meg kell teremtenünk, az étteremünkbe ezt a környezetet, utána meg kell mutatni a diákjainkat, és meg kell tanítani. Az is hozzátartozik, hogy aki erre nem az ő hibájából, de valamiért nem alkalmas, akkor erre fölhívjuk a figyelmét, hogy nem biztos, hogy ez a legszerencsésebb szakma, hisz mi minden hétvégén, minden ünnepnap dolgozunk, kicsit más az időbeosztás, más a családdal való kapcsolatunk, és mint kiemeltem, az én mindenképpen ennek a riportnak keretében is, és én ezt napi szinten a kollégáimmal is megosztom, hogy én nagyon hálás vagyok az ő munkájukért, mert az egész cégtörténetben, a fejlődésünkben, és a mostani működésünkben, ebbe az egészben nagyon kis szelet az enyém. Azt gondolom, hogy a kis szelet abban mutatkozik meg az én szerepem,
hogy sikerült kiválasztanom olyan kollégákat magunk közé, akik egy nagyon komoly bázist adnak. A séfünk Fricike 20 éve nálunk dolgozott, a feleségem és Mónika, aki az üzletvezetőnk és a Beával ketten segítik az én munkámat. 16-18 éve már kollégáink. Tehát ezek már tényleg egy olyan történelmi és olyan szakmai múltat adnak, hogy gyakorlatilag ki esik a csapatunkból, aki nem ide való. Mi soha nem küldünk el senkit, soha nem próbálunk megfelelő embereket találni mindig magunk köré, de egy nagyon jó, komoly bázissal rendelkezünk. És itt visszacsatolnék a tanulóképzésre, és ők példaértékűek lehetnek a jövő tanulóinak, és ezért biztatok mindenkit, hogy igenis érdemes szakmunkás bizonyítványt szerezni, érdemes szakközépiskolába kezdeni. Jövőre a térségi kamarával például egy kisinas tábort fogunk szervezni, ami már pontosan a 7-es gyerekeknek meg fogja mutatni, hogy miért is jó ezt a szakmát választani. Én a szülőket is és a diákokat is biztatom erre, hogy igenis érdemes ebbe egy kicsi energiát fektetni, hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy milyen jó dolgozni egy vendéglátóhelyen. Az alaszengrótiak közvetlen visszajelzésén túl vannak elfogulatlanabb szakmai elismerések is. Igen, de akkor is hozzátenném, hogy nekünk az alaszengrótiak visszajelzése a legfontosabb, tehát ha az egy kicsit kritikusabb, az nem esik jól a szakmai önérzetünknek, de nagyon sokat tanulunk belőle, úgyhogy mindenképpen nagyon fontos. De igen, kaptunk különböző díjakat, kamarai védnöki táblát, 2012-ben személyemben Zala megye az év vendéglátósa díjat vehettem át, ami tényleg egy nagyon megtisztelő volt egy közel 20 éves pályasz életszakasz után, tehát erre igazán büszke lehet az ember, de nekem a napi motivációk azok, amik igazán fontosak. Picit ebben szerencsés ember vagyok, mert úgy tudok minden nap a munkahelyemre bejönni, hogy szívesen jövök. Tehát igazából azt gondolom, hogy ez a legnagyobb töltet, tehát ez a legnagyobb elismerés, hogy amikor itt reggel már 7:30-8 órakor találkozunk a vendégeinkkel, ha ők visszamosolognak, akkor az már egy szép napnak indul.